2013. július 1-től minden önkormányzatnak kell rendelkeznie 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. Ennek hiányában többek között pályázni sem tudnak a települések. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának háttérintézménye, a Tűr István Képző és Kutató Intézet ezek kidolgozásában segíti az önkormányzatokat, a már meglévő tapasztalatokat, jó gyakorlatokat úgynevezett workshopon osztják meg egymással a szakemberek. A workshop a mai napon elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek segítésének a témája köré szövődik, és a projekt során országosan több ilyen workshopot tartanak a kollégáink. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei workshopok száma is 4 volt, különböző területeken tartottunk már hasonlókat. Most itt Nyíregyházán ez az utolsó az ősz folyamán, amikor találkozunk, és a speciális téma, ahogy jeleztem, ez a gyerekesély növelése, vagy ebben való segítségnyújtás lehetősége a helyi esélyegyenlőségi programok kapcsán. A Tűr István Képző és Kutató Intézet szakmai segítségének köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Berekben közel 220 település, vagyis az önkormányzatok már több mint 90%-a rendelkezik ilyen programmal. 5 célcsoportot vesz figyelembe ez a program. Az első a mély szegénységben élők és romák, a második a gyermekek célcsoport, a harmadik a nők, a negyedik az idősek, az ötödik pedig a fogyatékkal élők. Egy nagyon alapos helyzetelemzést készítettek ezek a dolgozók, 5 éves idősor figyelembevételével nagyon alapos munkát végeztek, majd ezekre a helyzetelemzésekre kialakult egy problémalista, és ezzel a problémalistával foglalkoztak tovább, és intézkedési terveket fogalmaztak meg. Ezeket az intézkedési terveket 5 évre írták, de 2 évente pedig kötelező felülvizsgálni. A workshopon a TKKI 5-ös programjáról is tájékoztatták a megjelenteket. A programra azért van szükség, mert szakemberek szerint a magyar oktatási rendszer nem képes hatékonyan kiegyensúlyozni a tanulók gazdasági, kulturális, szociális hátteréből adódó hátrányait. Pedagógiai szakértők ezért egy szakmai szolgáltató intézet fejlesztését végzik. Létrejön egy országos pedagógiai intézet, amelyre felhatalmazást az EMMI jogszabály keretében adta meg a Tűr István Képző és Kutató Intézetnek. A pályázat, tehát a támogatás pedig jelen pillanatban uniós pénzből történik. Az országos központhoz csatlakozik 40 végpont. Természetesen ezek a végpontok, hálózati pontok azonban a kis térségekben jönnek első körben létre, és fogják össze a térségben a munkát, amelyek a leghátrányosabb helyzetű kistérség, illetve kistérségek. A Tűr István Képző és Kutató Intézet elsősorban komplex társadalomfejlesztéssel foglalkozik. Programjaik főként az álláskeresőket, alacsony végzettségűeket, megváltozott munkaképességűeket segítik a felzárkózásban. Akreditált képzéseik száma mintegy 1500, ezekkel, valamint a különböző projektekben dolgozó közel 3000 külső szakemberrel évente több mint 50 000 embert érnek el.